gyilkos látomások. Magyar hangok. Szabó Sipos Barnabás, Kis Erika, Szokolai Ottó, Ivánka Csaba, Békési Artúr, Rosta Sándor, Koroknai Géza. Rá akarsz menni? Hát tudod mit, Márta? Ezt rád bízom. Nem árt egy kis gyakorlat. Itt Zebra 41. Egy mikrobuszra hajtunk közlekedési kiágás miatt. Rendszáma 672-es RVD. Gyerünk, öreg, húzd vele! Zene Joe Renzetti. Fedezlek. Fényképezte Alex Nepomniachtchi. Mutassa kérem a jogosítványát. Írta Paul Joseph Gulino. Rendezte Gary Sherman. Egy perc türelmet, Mr. Findlay. Mindjárt jövök. Eltűnt személyek. Hello, Galloway. Hello. Parancsoljon, asszony. Van valami újság? Nagy gáz van, mindig történik. Igen, kérem a címét. Rendben. Hello. Te sosem mész haza. Legyen szíves várni egy kicsit. Oké. Mi a gubanc van megint? Semmi. Csak Thomas Findlay a Balmoral utcából. Ugye hozzátartozik? Igen. A neje jelentette be. 3 napja eltűnt. Miért? Lelőtt egy kollégát. Egy nőt. Bizonyos Ryan-t. Mi? Martha Ryan-t? Lehet. Ismerted? És hol lőtte le? Az ide! Hé, Rob! Csak nem lövi le. Mondja kérem, kire vár? 38-59. Otthoni perpatvar a szokott helyen. Hástettől délre 700 méteres körzetben minden egységnek. Rendőrgyilkosság gyanúsítottja egy mikrobuszban. A rendszáma 672-es RVD. Charlie 62-es pontos felvilágosítással szolgál. Ő már a nyomában van. Óvatosan keresi. Fegyver van nála. Itt a 3694. Tegyetek szabaddá nekem egy vonalat. 3694-es, már is adjuk. 12-es esetében. Rendszavarás 3483-as közöttében. 3694-es, van vonalat. Charlie 62-es. Itt a 3694-es nyomozó. Egy névtelen utcán megyek a Horizontól 2 sarokkal északra. Mondj egy kereszt utcát, ahol befoghatok. Beszállok a dologba. 3694-es, itt Charlie 62. Próbáld meg a Madisonot. Helyes. Charlie 62-es, már látom. Kanyarodj el. Hé, uram!
Meg tudnám mondani, hogy jutok a Kongressz utcai műútra? Menjen csak előre, ki lesz táblázva? Nagyon bonyolult? Mindig eltévedek a nagyvárosokban. Mutatná az utat? Mit képzel, mi vagyok én, autóklub? Az autóban ülő pasas nem Thomas Findlay. Nem lennék meglepve, ha Findlay már nem is élne. Értesítsetek, ha összejött elég kocsi, hogy bekerítsük. Várjatok, várjatok, majd mondom, mi az ábra, ha kaphatnék összeköttetést. Szálljatok le róla! Sajnos minden vonal foglalt. Most már tök mindegy, úgy is tudja, hogy üldözzük. Minden szabad egység csatlakozom a küldözéshez. Tű a szén a kazalban. Ti meg mi a francra vártok? Nyomás! Ja, csak a rádiót. 3694. Gyanúsított meglépett a saját lábán. Méghozzá itt a... labánatban vagyunk. Sejtettem, hogy a maga keze is benne van. Túl nagy az űrzavar. Régen találkoztunk Martinről. Mi az ördögöt keres maga itt? Azt hittem, elsüllyesztették az eltűnteknél. Azt hittük, hogy egy eltűnt személy a gyilkos, de láttam a pasast. Nem ő volt? Nem. Akkor nézze meg őt. Mutassák meg neki. Úristen. Ilyet még életemben nem láttam. Adja azt ide. T.F. szeretettel S.F.-nek. Igen, ez hozzám tartozik. Mostantól már nem. Az eltűnt szemét megölték egy gyilkossági ügylet. Nincs magára szükség. Én nálam van az aktája, egy csomó adatot tudok. De besegíthet. Szóper, adját az aktát. Főhadnagy. A meggyilkolt tiszt nagyon jó barátom volt. Láttam a gyilkosát. Olyan közelről néztem a szemébe, ahogy most magának. Adjon róla egy minél pontosabb fantomképet, aztán legyen jó fiú és menjen haza, mielőtt elárulom a kapitánynak, hogy ki volt a felelős a karambolért. A közlekedés rendészet még egy fokkal rosszabb. Ugye világos? Mindenhonnan levetétek már? Nem találtuk semmit. Janice? Hogy te vetted fel a kagylót? Hol van dr. Moscone? Tudom, hogy késő van, bocsánat, de nem szeretném, ha aggódna miattam. Nem, nem, zűr volt a kocsival. Várj! Olyan éli volt. Mindjárt otthon leszek, csak add át, hogy hívtam, oké?
Szevasz! Szevasz! Tizenhetes körzet, eltűnt személyek. Nincs itt? Várjon. Szia, Rob. Olvastam rólad a reggeli lapokban. Kérsz egy autogramot? Én nem, de írtak a rajongóid. Robasó. Nyugi, a bátyámnak van egy gyors étterme. Bármikor felvesz szolgálónak, ha szólok pár szót az érdekedben. Jó, köszönöm. A jelenlegi munkaköre, ha nem tudná, nyomozó. NYOMOZO. Keresse ki! Fidley hozzám tartozott. Az északi sugárúton próbáltam meg rátalálni. Ki volt szolgálatban? Nem tudom. Megkérdezte? Nem volt rá idő. Az összes kocsi végig visított az utcán. A pasi meg kicsúszott a kezem. Igen. Csak ösztönösen el akartam kapni. Egy. Tegyen jelentést. Kettő. Készítsen fantomgépet. Három. Ne ugráljon. Négy. Engedelmeskedjen. Maga csak egy egyszemélyes zenekar. 19 egység vette üldözőbe, biztos elfogták volna. Látta Hullát az autóban? Igen. Nem felejtem el soha. Ő volt az. Findli. Magának, Robasó, már édes mindegy, ki volt az az ember. Egyedül csak az számít, hogy ez a mániákus még szabad lábon futkározik, amiért maga a felelős. Ne próbálja a lelki furdalásomat tovább srófolni, maga nélkül is eléggé gyötör. Mert Martha Ryan jó barátom volt. Nekem is jó barátom minden tiszt, Robasó. Egytől egyig mindegyik. Még maga is. De ez nem jogosít fel arra, hogy meggondolatlanságokat kövessek el. Na, ugye a kapitány, egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy a szemek közé néztem a barátom gyilkosának, és nem nyugszom, amíg nem kapom el. Maga azt hiszi, hogy én nem akarom, hogy elkapják? Persze, hogy akarom. De ez itt az eltűnt személyek osztálya. És én vagyok a kapitány. És elegem van a maga fajtájából, aki nem tudja a kötelességét. Tessék, az aktákban minden egyes embernek van. Anyja, apja, gyereke, felesége vagy férje, akik nem győznek aggódni. Ez felelősségteljes feladat, Robasó. Bízza a gyilkosságira a barátja gyilkosának kézrekerítését, ezekkel foglalkozzon. Most tűnjön el innen. Te vagy az a rendőrbácsi, aki megkeresi a mamám? Hát ez a dolgom, hölgyem. Olivernek hívják. Köszönj szépen. Hello, Oliver. A nevem Mrs. Grutta Diro, menedzser, babycsősz, gondnok, pótmama, és minden egyéb, ami éppen kell. Jöjjön be, beszéljen velük. Én voltam velük egész éjjel, teljesen oda voltak. És ki a felelős? Az apjuk meg... Róla jobb nem beszélni. Gyerekek, azt szeretném, ha részletesen leírnátok a mamátokat, hogy hogy néz ki, meg milyen magas, meg ilyesmi. Van róla fényképetek? Hát persze. Igen. Szerintem várjunk még egy kis ideig. Hát, ha csak meglepetésre készül. Remélem. Igen. Lehet, hogy üzent is valakivel, és az nem tudott telefonálni. Megkeresnétek nekem a mama telefonkönyvét. Az sokat segítene. Elizabeth! Tessék beszélni Elizabeth-tel! Kivel? A mama barátnőjével. Ő mindent tud. Ó, persze, mindenkivel fogok beszélni, akit csak ismer. Elizabeth tud a legtöbben. Na, nem mondd. Elizabeth egy jós nő. Jós nő? Jó, hát
Amint tudok, elmegyek hozzá. De még előbb... Elnézést, nem jöttem ide hamarabb, de éppen becsomagoltam a gyerekeknek. Bizonyára ön a rendőrtiszt. Robeso nyomozó vagyok. Joseph Green, ellenfélje vagyok. Volt férje. Beszélhetnénk egy kicsit? Persze, de nem hiszem, hogy tudok önnek segíteni. Mindössze néhány kérdés. Tessék, nem titkolunk semmit a gyerekek előtt. Oké, hát... Most, mivel, hogy Mr. Green, önök már nem házastársak, nem tartja lehetségesnek, hogy a volt felesége talált valakit? Ez nem valószínű. De igen, talált. Nem tudod, hogy hívják? Mr. Slater. A mamával dolgozik az IBM plasztikai sebészeten. Mr. Slater. Majd fel fogom hívni. Az is lehet, hogy kiruccantak egy kicsit, vagy elutaztak együtt valahova. Miért nem telefonált? Nézd, David, én is ide-oda megyek, és nem hívok fel senkit. Ha visszajön, majd leszidod, hogy ne tegyen ilyet többé. Akkor majd egy-két nap múlva jelentkezem. Nyomozó bácsi? Feltétlenül tessék elmenni Elizabethhez. Egyelőre nem hiszem. De okvetlenül, ő annyi mindent tud. Jó pofa néni. Felesleges, ezt meg kell értenetek. Nem hiszem, hogy egy ilyen helyzetben... Nyomozó bácsi. Kérem. Igazság szerint még időtöltésnek sem rossz. Eredeti nő. Tényleg, majd meglátja. Elizabeth Larvin keresem. Harmadik emelet. Ugye maga rendőr? Tessék, jöjjön be. Oké. Mit tud nekem mondani a barátnőjéről? Egy tó. Látok egy tavat. Párát. Talán nem is pára. Gomolyog. Vagy valami más. Nem értem világosan. Én sem tudom a jelentését annak, amit látok. Csupán leírom azt, ami megjelenik előttem. Ó. Oh. Pára, Gomolygó ködben lát egy tavat. Egy lány. Egy lány, egy bicikli. Táska van nála, iskolatáska. S. Ki?
Mi ez az AHS? Én csak dolgozom itt. Mr. Beauregard. Ez a Beauregard egy rendőr. Úgy hívják Beauregard? Mr. Beauregard azt védi, ami az övé. Mr. Beauregard haldoklik. Furcsa. A ködben, mintha köd lepte volna el. Egy inga. Hatalmas nagy inga. Mozog hátra, előre. Virágok közt egy lila réten. Hirtelen szerte foszlik. Most újra látom. Az inga mozog. És a kép eltűnik. Nekem még sosem volt ilyen különös látomásom. Ezt várta. Egy jósnőtől biztos hasonlót várt. Várjon! Egy apró emberke. Nagyon kicsi. Ki ez a kis ember? Egy sötét odúban van. Sötét odú. Egy piros ajtó mögött. Piros ajtó. Pokoli a sötétség. Ilyen sötétséget még nem is láttam. Tegnap meghalt a barátja, ugye? Mr. Ryan, ha engem is felelősség terhel Márta haláláért, akkor bocsásson meg. Tudom, hogy nehéz. Nagyon nehéz elviselni, de mindent elkövetek, hogy elkapjam a fickót. Azt is tudom jól, hogy Mártán már nem segítek, de azért talán egy kicsit megkönnyebbül, ugye? Igen. Remélem. Talán rajtunk is segít. Ígérem. Elkapjuk. Cike nyomás. Épp hogy erre a ravaszra. És beng. A szép kis fejecskédbe. Igazán nagy kár lenne érte.
Mr. Joseph Green nem nagyon bánná, ha halálhíredet venné, ugye? Sok költségtől megkímélnéd. Itt az ügyvéd, nem is beszélve a nő és gyerektartásról. De kitörődik vele? Te nem! Elváltál tőle! Szerintem már bejelentették, hogy eltűntél. A volt férjed már összeszedte a gyerekeket és magával vitte. Ami annyit tesz, hogy van egy üres lakás. Van elegendő kaja, és minden, ami csak kell. Hm? Igaz, Ellen? Igaz? Túl sokat ellenkezel velem. Magamhoz vinnélek, de nem lakom egyedül. Csak a te lakásodra mehetünk. Ez a lakás kulcs, igen? Isten úgysem, nem irillem a mai fiatalokat. A város egyre rohadtabb, mindenki egyre rohadtabb. A világ egyre rohadtabb. Mindenki csak is magával törődik. Igen, nincs együttérzés. Például itt van ez a lövöldözés tegnap. Meg ahogy kicsinálták azt a szegény ember. Ha? Aztán ma reggel ez a kislány, aki cserben hagytak. Óne zsinór elütötte és meghalt. Leesett a bicajról. Vége. Biciklis kislány? Igen, a West Side-on, az Escraft gimi közelében. Halálra gázoltam. Igen, Robesó. 369-417-es körzet. Felvilágosítást kérek a Westside-i gázolásról. Igen? Oké, kösz szépen. Ó, és csak meg 353 TFD. Escraft gimnázium. Forgalmi érvényes, egyébként semmi rendkívüli. Persze, Escraft típus gimnázium. Toyota Celica modell, 1979-es, kétajtós, krémszínű. A tulajdonosa Green, Ellen. 83-752 Boylston, a sor A épület. Menj! Úgy! Jól van! Kérem, könyörgök, de ide menjünk máshova, valahova, máshova! Csend, semmi máshova! Csend! Ne! Szóljon, szép nyugodtan! David! Ha!
kellemes helyet találtál. Mint üzletág. Jóslás, távolbalátás vagy ilyesmi. Bocsánat, asszonyom, de fogalmam sincs, nem vettem igénybe a szolgáltatásait. Ez az, várjon! Oké, köszönöm. Eltűnt személyek osztálya. Igen? Robasó nyomozó vagyok. Szóval valami nagyon érdekes dolog történt. Megtenné, hogy amint ráír, felkeres? Nem. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Viszlát. Ismered ezt a Slater-t, mert megtalálták. Tudom ki ez, mi van vele? Az anyjánál van vendégségben. Már vasárnap óta. Két napja nem tud Ellenről. Azt mondja, ez nem jellemző Ellenre. Ő bármi történik, mindig hazaszól. Biztattam. Fogadtam vele, hogy nem végzi el az akadémiát. A francba. Minek kell folyton beleavatkozni mások életében? Hidd el, Rob, mindenki a saját sorsának kovácsa. Jól néznénk ki, ha minden tanácsra hallgatnánk. Hát igen. Különben hátba lőnek egy 45-össel. Meddig akar fogva tartani? Amíg szükségem van rád. Nekem már nincsen semmi vesztenivaló, ugye érted? Mi történik, hogyha már nincs többé szüksége rám? Ha jó leszel, és nincs semmi gubanc, barátok lehetünk. De ha makacskodsz, de te jó leszel, és nem lesz erre szükség. Azt hiszem, ez nekem szól. Jó, doktor Moscori, örülök, hogy megkapta az üzenetet. Bocsásson meg, hogy este nem mentem haza, de Janice talán említette, hogy gond volt az autóval. Menj fel, édesem, és hozd le Olivért. Oké, menj a férsz. Addig mi itt várunk. Rendicsek? Rendicsek. Te szépen itt maradsz a pannával. Igen, doktor Moscori. Nem. Igen. Igen, doktor Moscori. Igen. Megszereztem, amit akartam. És van az ön számára egy meglepetés is. Egészen különleges. Nem, doktor Moscori. Igen, doktor Moscori. Hát hogy Mama!
Mi baj van? A mama bent van egy bácsival, és kiabált velem, hogy menjek azonnal le, és bántották Olivért. Oké, maradjatok itt, igen? Mindjárt jövök. Ellen! Isnak vagytok! Ellen, menjek be! Ellen, engedj be, kérlek. Ellen! Ellen! Őszintén szóval először nem láttam a méregtől. Nagy rendetlenség volt. De aztán körülnéztem, és akkor hívtam fel magukat. Tessék, ezt nézze meg. Igazán nagyon szégyellem magam. Szinte hihetetlen az egész. Ezt hol találta meg? Hát, körülbelül ott volt. Figyeljen ide. Néha nehéz tudomásul venni. Az még nem bűn, hogy szereti a volt feleségét. Jöjjenek be a hálószobába. Tessék, megláttam ezt, és én teljesen... A házasságuk alatt nem történtek hasonló események? Nem, soha. És a házasságuk előtt esetleg nem voltak viharos kapcsolatai a feleségének? Arról nem tudok sokat. Abba a szobában nem mentek be. Igen, köszönöm, csak benéztem. Megengedi, hogy még egyszer körbejárjuk a lakást? Alaposabban meg szeretném nézni mindent. Hogyne, parancsoljanak. Nekem úgyis a gyerekekhez kell mennem. Mrs. Gruttadero majd bezár, ha már végeztek. Ha szükségük van rám, csak nyugodtan telefonáljanak. Igen, persze, értesítjük, ha van valami. Köszönöm. Na, mi a véleményed? Nem akartam megijeszteni szegény fickót. Ezzel mit akarsz? A nappaliban ugyanígy van. Fennak a tarácson. Ugye tudod, hogy nem érhettél volna hozzá. Bárki legyen is az. Biztos, hogy foglyul ejtette. Valahol éjszakáztak. Majd idejöttek enni, vagy valami ilyesmiért. A kislány rájuk ijesztett, elmenekültek. És itt a tűzlépcsőn lemásztak. De Green szerint az asszony kiabált a gyereknek, hogy fusson el. Igen, mert pisztolyt szorítottak a fejéhez. Vagy egy kést a torkának. Mi más mondhat ilyen helyzetben? Valamit kiáltania kellett, amitől a kislány mindenképpen elmegy. Azonnyomban. Szerinted nem? Azt hiszem, igazad van. Mondtam, hogy nagyon siettek. Mit gondolsz? Elégett.
45-ös. Lehetetlen. Tudom, mire gondolsz. Ez képtelenség. Nem lehet. Próbáld meg összerakni. Hány órakor lépett meg a fickó? Hány óra volt, mikor Ellen Green eltűnt a kocsijával? Ez azért a 45-ösé, öreg. Az a kés, meg Olivier a levágott orrával. Ha így van, értesítenünk kell a gyilkosságiakat. Sürgősen le kell állnunk. És mit gondolsz, mit találnak, mi? Semmit. Még új lenyomatot sem találtak a kis buszon. Hát ide figyelj, öreg. Azt ajánlom, szállj ki ebből a játékból. Téged fognak elsőként kirúgni. Ellenem meg fegyelmi vizsgálatot indítanak. Gondolkozz! Csinálja, amit akarsz, nekem 8. De nekem kell az a fickó. Kell neked, vagy el kell kapnod? Mert egyáltalán nem mindegy. Ahhoz teljesen felesleges a jelvény, hogy ócska kis polgárőr legyél. Oké, állapodjunk meg. Elmegyünk innen, és én felkeresem Elizabetet, a jósnőt. Hé, talán tud segíteni. Hát, ha benne vagy. Rendben? Hallgatlak. Bármit is mondjon, ellenőrizzük. Ha nincs semmi eredmény, akkor abba hagyjuk. Oké. Tavat látott, gomolygó ködben. Esetleg nem tudná bővebben kifejteni. Mit jelenthet az inga? Meg ezek a lila virágok. És a vörös ajtó? Nem tudná részletezni, milyen maga az épület, ahol az ajtó van? Konkrétan, faház vagy tégla, valamit. Ennek így semmi értelme, higgy el. Értem. Erről nem jut eszébe semmi sem. De, ha leöntjük édes Mártással, bizonyára ízletesebb lesz ennél a tojásról. Hogyan menjen már? Ne haragudjon, nem akartam megbántani. Nem tudok beleavatkozni. Nem tudok megoldásokat. Én nem vagyok sem orvos, sem pedig műszerész. Nincsenek eszközeim a látomások befolyásolására. Nézze, én semmi lehetetlen nem kívánok magától, csak hogy egy kicsikét segítsen. Ellen végül is a barátnője. A gyerekei szerint... Így is. Éppen elég bajt csináltam. Miféle bajt? Rosszul is elsülhet, ha közbelépek. Hogyan? Vagy 5-6 évvel ezelőtt Ellen felkeresett azzal, hogy attól szorong, nem sokára meghal. Biztosítottam, hogy addig fog élni, ameddig az anyja. Talán még... Úgy is hal meg. Mi több, lehet, hogy ugyanott. Igen, és? Nem, így is túl sokat mondtam. Kérem, Elizabeth. Sajnos úgy tűnik, hogy Ellen fogvatartója egyben a barátnőm gyilkosa. Nagyon kérem, segítsen! Nem tehetek semmit, bár láttam, de ezen kívül semmi több. Mit látott? Ezt hogy érti? Mit látott? Ellen édesanyja 25 évvel ezelőtt halt meg, 31 éves korában. Ellen 31 éves. Tessék! Ellent megölték. Tudom, hogy nagyon hasonlít rám, de biztosíthatom, dr. Moscoli, hogy nem követek el semmi törvénybe ütközőt a példányok beszerzésénél. Már 3 éve is végigjátszottuk ezt. Azt hittem, megbízik bennem. Muszáj hinnie nekem. Köszönöm, köszönöm. Nincs oka aggodalomra. Nem. Este hazamegyek. Nálam van egy újabb példány. Egy igazi meglepetés. Az is megvan.
Oké, viszlát. Doris Hendrik, Ellen édesanyja. Kora 31 év. A halál oka késelés. Az ügy lezárva. Johnson Robert, a bűnössége bizonyított. 46 szúrás. Elizabeth nem is sejti, mennyire igaza van. És csak valószínűsíthető, hogy a támadó erőszakkal rabolta el a munkahelyéről való eltávozása után. Két nappal az eltűnése után találták meg a holttestét. Holnap telik le. Ezt hogy érted? Ó, ember, ez borzadály. Várj csak, hadd nézem. A haját leszámítva megszólalási Ellen Green. ...78-73 autópálya a tó déli partján. És a tóparti motel. Tó. Egy tónak a képe. Megvan, ott kell lennie! Ember, hát nem érted. Várjál! Igaza volt! Még hogyha el is kapnánk, akkor is baj lenne belőle. 6 órakor blokkoltuk. Túl órának se számolhatjuk. Ez nem szempont. Na, itt vagyunk, öreg. És akkor mi van? Ó, ott van mi. Hátul. 353 TFD. Igen. Kérem a vendégkönyvet. A rendszámot nem vezeti? De igen, ha beleírják, ha nem írják be, mit tudok csinálni? Oké, hátul áll egy krémszínű Toyota. Kié, és mi a szobaszáma? Toyota? Nem tudom. Őt ismeri? Igen. Igen. Hasonlít arra a dokira. A felesége beteg. Miféle dokira? Megvan. Dr. Gerald Moscori, 22. szoba. Helyes. A kulcsot kérem. Na, adja már! A bejárati ajtón kívül máshol is ki lehet jutni? Igen, a fürdőszobákat kivéve. Ott az ablakokon rács van. Szólítsa meg, és próbálja feltartóztatni. Világos? Majd beidézzük. Késő bánat. Én nem akarok bemenni veled. Akkor bemegyek egyedül. Egyszerűen betöröd az ajtót. Nincs rám parancs, engedély. Az az érzésem, hogy tényleg olyan bolond vagy, mint mondják. Van mentségünk. A tulaj kérte, hogy menjünk be. Azért adta oda a kulcsot. Vonzod a bajt. Neked jó dolgod lesz a bátyámnál. A balhét viszont nekem kell elvinnem. Hé, hol van a kocsi? Önök zsaruk, ellopták az autómat. Kus legyen. Rendőrség!
Rob? Tessék. Thomas Finley. Szerintem ezt lefoglalhatnak. Igen, azt hiszem, talán. Név nélkül. Legyenek szívesek hátrébb engni. Köszönöm. Nem tudom, miért okoz gondot egy egyedi rendszámú Mercedes megtalálni. Nos, képtelen felfogni? A feleségem autója nem az enyém, de ellopták. Maga szerint hogy tudott kijutni? Egyetlen módon juthatott ki. Elérte az ablakot. Benyúlt, letekerte és bemászott. Köszönöm. Kapitány, hadd magyarázzam meg, mielőtt... Pofa be, rovasó, pofa be! Most az egyszer a fülét használja a szája helyet. De... Köszönöm. Tehát, először is nem kedvelem magát, másodszor nem tetszik, hogy a parancsnoka vagyok, harmadszor pedig maga egy tökfej. Kapitány? Pofa be! Negyedszer erre nincs magyarázat. Ötödször engedély nélkül hatolt be. Mindezt miért? Mert kipattant egy kelekótya jósnő agyából. Úgy csinál, mint akinek elment az esze. Viszont a rendőrgyilkos nem maradt a szabadlában. Akárhogy is az ösztöne jót súgott. Ha úgy érzi, kézre kerítheti, hát tegye. Tehát szabad kezet ad? Egy nagy túróst adok. Egyszerűen szemet húgyok. Ha Martin kiszimotolja, hogy beleköptünk a levesébe, én nem is tudom. Ha letartóztatják, vagy tartom a hátam, vagy előléptetnek. És mi mit kapunk? Kollégák maradunk. Kapitány, jó estét. Stimmel, ugyanaz az új lenyomat. Nem vagyok meglepve. Mit mutat nekem? A kocsiban volt. Szerintem megtalálja a párját a lakásban. Nos, ha tényleg így van, akkor megerősödik a gyanú, hogy a maga embere lesz a gyilkos. Holnap reggel legyen szíves átküldeni az aktákat. Kérem, kapitány, arra az egyre szeretném kérni. Á, Robásó! Küldj át a másik cipőt is. Miért? Van hozzá illő ruhája? Úgy tűnik, hogy elvették tőlük az ügyet. Mi? Talán Ellen Green előkerült már, igen? Véleményem szerint eltűnt. Maga néha a rókába rókánál, ez nagyon csípem. Figyeljen, Robasó, most tegyen meg valamit. Menjen haza, aludjon egyet, vagy inkább menjen egyepegyézni az új barátnőjével. Azzal a látnokkal, hallom, hogy hivatásos. Őszintén szólva, akár elhiszi, akár nem. Úgy szerepe van az ügyben. Az a nő valóban egy látnok. Engem hagyjon ki ebből, minden bolondot rám sóznak. Elvihetlek valameddig? Jó estét. Jó estét. Hát... másképp fest a lakása. Így éneké vagyján. Tudja, olyan... Kísérteties? Igen. Mindenki ezt mondja. A foglalkozásommal jár. Legyen a lakás is kísérteties. Hát, ez sikerült. Azt akarja velem közölni, hogy Ellen meghalt, ugye? Tudja, még egyáltalán nem biztos. Elszöktek. Elizabeth nélkülözhetetlen a segítsége. A válaszom ugyanaz. Nem áll módomban. Csak annyi kellene, hogy egy kicsit pozitívabban álljon a dologhoz. Gondolja? Igen, egész biztos. Próbáljon meg egyszer szabadon beszélni. Én nem csodákat várok, csak azt, hogy mondja ki a látomásait. Oké, mostantól pozitívan állok hozzá. Minden meg fog oldódni. A szerelmesek egymáséi lesznek, a gyerekek nem félnek többé a sötétben, a nap ránk ragyog.
Jó, oké, nem kötelező. Csak ne hagyjuk a hajót elveszni, ha nem tudjuk, hogy elsüllyedt. Már nincs szolgálatban? Nem, nem vagyok. Mit olvas? Gőzöm sincs. Kissé magas. Köszönöm. Szeretném, ha most innánk valamire. Mire? Magára, Kyle Robasó nyomozóra. És mindazokra, akik még hisznek abban, hogy a jó legyőzi a gonoszt. Miért? Ebben csak a nagyon naív emberek hisznek, ugye? Ez nem naivitás. Nem hiszem, hogy meg kéne változnia. Ez nekünk ösztönző erő. Arra, hogy ne adjuk fel mi sem. Nézzen a szemembe. Mit lát benne? Csak nem ilyen rémes. Hé. Mit lát benne? Magát látom. És magamat. És egy apró embert. A kis embert? Látom, ahogy hárman együtt vagyunk. Sok szenvedés. Félek tőle. Mindenki fél tőle. De én még annál is jobban. Sohasem féltem ennyire. Sohasem. Én nem látok itt senkit sem. Csak magát. És magamat. Senki mást. Mi baj van? Rosszul érzi magát? Semmi baj. Jól vagyok. Talán a bor ártott meg. Jól vagyok. Semmi bajom. Most egy kicsit lefekszem. Segítek. Itt vagyunk. Így. Köszönöm, Kai. Biztos, hogy nem lesz semmi baj? Alszom egyet. Jól van. Hát, ha majd az álmom segíteni fog magán. Elszunnyadni, aludni, talán álmodni. Shakespeare-t idéz. Le vagyok nyűgözve. Ez van. Jó hét. Jó hét. Hol van Rovasó? Nem. Tegye be az irodámból. Legyen szíves.
Igen, köszönöm, viszlát. Hol van Robas úr? Áhá, már úton van. Biztosan intéz ezt az út közben. Menjen, igyon meg egy kávét. Nem áll túl jól Ellen Green szénája, ugye? Minden összevág. Igen, a lakásban, illetve a szállodában talált hajszálak megegyeznek. Ezen kívül találtunk parfüm és rúzsnyomot a véres lepedőn. A vércsoport is megegyezik. Kiderítettek valamit a fickó által használt névről? Nem áll névez? Nézze, Dr. Gerald Humphrey Moscori. Az FBI 6 éve új lenyomatot talált tőle egy pisztolyon. Nem stimmel, nem ő az emberünk. Bár a fegyver megegyezik. Neki is 45-ese van. Egy nagyon jó nevű plasztikai intézetet vezetett az északi oldalon. Tehát nem. Lehet, hogy ez az őrül csak elnevezte magát róla. Egyszerűen kinézte a szaknév sorból. Igen, egy régebbi példányból. Ez a Moscori egy éjjel fogta magát és megszökött egy csajszival, miután új titkót bütykölt neki. Eltűnt, mint a kámfor. A bankszámláját megszüntette, ott hagyta a feleségét, gyerekét. Felszívódott. Gyönyörű. Szeretném, ha beszélnének a volt munkatársával, evel a doktor Borvinéjel, maga és Robasó. Beszéljenek vele. Csak kérem, adja Galloway-t. Elmondott nekem valamit? Ellen még él. Rózsát láttam. Rózsát? Megéreztem. Aztán láttam is. Láttam Ellent. Hol? Láttam, ahogyan felnéz az égre, egy ablakon keresztül. Hallgasson ide. Beszéltem Bóval. Beszélt a törvényszéki orvosokkal, és azt mondta... Kyle, amíg valóban meg nem találják, addig ez csak feltevés. Én tudom, hogy Ellen él. Mennem kellene. Kérem, higgyen nekem. Nem mindig vagyok ráhangolódva. Az ember ezt nem tudna egész nap csinálni, de most szinte rám tört a látomás. Maga figyelmeztetett, hogy legyek optimistább, nem? De igen. Most mennem kell. Gerald elhivatott volt. A súlyos sérülteken akart segíteni. Égési sérülteken, balesetet szenvedőkön. Ez volt a szenvedélye. Az arc és hasplasztikák biztosították a szenvedélye anyagi feltételeit. Mégis abba hagyta. Ez volt Gerald. Mindent vagy semmit. A nap 24 óráján keresztül végezte a kutatásait. Az oktatással ugyanígy volt. 24 órán át egyfolytában.
Amikor pedig Janice-szel elhatározták, hogy megszöktek, a világon senki nem tudott a nyomukra bukkani. Mi a vezeték neve? Hopkins, ha jól tudom. Tehát azt állítja, hogy nem kaptak hírt felünk. Sem a felesége, sem a testvére, sem én, sem a gyerekei. Voltak közeli barátai? A munkájának élt. Rajtam kívül talán csak néhány emberrel volt jó viszonyban. Egy nővérrel, Dorothy Seegerrel, és az asszisztensével, egy igen kellemes fiatal emberrel, Stimmel, Claude vagy Clyde, valami ilyesmi. Őket hol érjük utol? Nos, Dorothy már nyugdíjba ment, és most Floridában. Utoljára akkor hallottam Steamről, amikor folytatni akarta az egyetemet, ahonnan kimaradt. Cirka 2 évvel ezelőtt írt nekem, hogy küldjek neki ajánlólevelet. De sohasem jelentkezett személyesen. Bárki is használta fel a nevét, ismernie kellett. Ezt nézd meg. Steam. Tessék? Steam. Itt van, a betűrejtvényben, a kép mellett. Az egyik megfejtés. S-T-I-M. Misztikus. Ez egy kézagyrém. Ráismersz Steamre? Igen, hasonlít rá. Nézze meg, mielőtt szól. Bocsánat, hogy nem jöttem haza, amikorra ígértem. De nézze meg, mit hoztam önnek. Megszereztem, amire vágyott. Várjon csak. Itt van a meglepetés. Hát nem gyönyörű? De igen. Nézze ezt a hajat, Dr. Muscoli. Puha, mint a sejem. Még felhasználhatjuk valamire. Köszönöm szépen, Mrs. Muscoli. Bocsásson meg, hogy zavartam. Viszlát. Szinte fel volt háborodva. Nem tud és nem is akar tudni semmiről és senkiről. Steamről se tudtunk meg még semmit. Se gázszámla, se villanyszámla, se telefon, se hitelkártya, és a rendszám nyilvántartóban is hiába kerestük. Még könyvtári belépője sincs. Úgy 2-3 évvel ezelőtt, mintha elvágták volna. Hát, ha csak megváltoztatta a nevét. Többször is. Várj, 2-3 éve? Akkor tűnt el a doktor, és akkor veszett nyom a Steamnek is. És ez az oka, hogy a motelban Muscoli néven jelentkezett be, mivel Steam Muscolinak képzeli magát. Nem szeretem dicsérni, de igaza van. Keresse meg. Te, Rob, az egyetemről keres egy pasas. Azt mondja, randevút beszéltetek meg. Tud a pasas valami? Igen, egy adminisztrátor, aki szerint Steam nem egészen ismétlés miatt maradt ki az egyetemről. Vezesse az irodát. Igen. Na, vajon mit fog mondani? Szépen meghamisították. Mintha megbukott volna, hogy ne derüljön ki a valódi oka. Én szerettem volna vizsgálatot indítani, de hát ki vagyok én? Egy nulla. Miből gondolja, hogy Dr. Muscoli fedezni akarta? Egyértelmű volt. Steam egyszerűen ellopta Muscoli részére a holttestek fejét. Tudtam, mi folyik köztük, hiszen arra még addig sosem volt példa, hogy egy másodéves medikus ilyenfajta kísérleteket végezzen. Győzelem. Találtam egy címet. Nyugat-Préri 4683-as ház. Mehetünk. Lebontják az egész tömböt. Másfél éve mindenkit kilakoltattak. Nem tudjuk Steam következő címét. Alias Muscoliét. Kezdjük elő. Igen, megint elő. Na jó, mindenki forduljon vissza.
Érdemes lenne végigjárni a környéket. Hát, ha megtudunk valamit. Felesleges. Sok idő eltelt. Igen, ez igaz. Megyünk! Nyomás! Oké. Tessék, most engem keresnek. Mit gondol, hogy a fenébe tudta megszerezni a példányokat? Rákényszerített. Nem hagyott békén. Azt hajtogatta, hogy azért nem sikerülnek a kísérletek, mivel a szövetek túlságosan romlékonyak. Tudja, mivel járt? Kockáztattam az életemet. Bujkáltam, mint egy állat. Rejtegettem a holttesteket. Bujkáltam maga elől. Nem is törődött velem. Soha ügyet sem vetett rám. Én magát gyűlölöm. Gyűlölöm magát! Kai, bocsásson meg, de nem tudok többet. Nem tudom tisztábban látni. Bocsásson meg. Sajnálom, ne haragudjon. Csak tudja, minden, amit mondott, előbbre vitte a nyomozást. Biztosan érzem, hogy Ellen még él, és tart a kezében egy rózsát. Azt hiszem, jobb lesz, ha magatokra hagylak benneteket. Bo! Ne viccelj, ülj le! Van még néhány dolog, amit maga látott, és mi még nem. Például? A piros ajtót. Azt mondta, hogy az a kisember szerintem biztosan Stim. Egy piros ajtó mögött van. Egy sötét helyiségben. Miféle helyiség lett? Értse meg, nem tudom. Már ezerszer megkérdezte tőlem. Ha tudnám, megmondanám. Mit jelenthet vajon ez az inga, a lila virágok? Még egyszer mondja el. Egy óriási inga volt, és mozog előre meg hátra, ennyi. És nekiverődik a lila virágoknak. És ahogy mozog, darabokra zúzza a virágokat. Egy inga nekivágódik a virágoknak. Igaza van. Láttam. Ma délután, amikor az a nagy acélgolyó benyomta a téglaház falát. Edőlt az egész emelet. Belül a fal ocsmány lila virágos tapétával volt beborítva. Ilyet ti még nem láttatok. Ebben sem tévedett. Bár ez most nem visz minket előbbre, Steve már másfél éve nem lakik a házban. Nem alatta voltam, felülről láttam, fentről. Voltak az utcában 3-4 emeletes házak is. Ott lehet Ellen is. Robs, a negyedik épület 3. emelete. Látod? Igen. Ha bármi van, akkor nyomja meg ezt a gombot, adja meg a címet, és mondja, hogy segítségre van szükség. Jó. És zárja be az ajtót. Kyle, legyen óvatos. Igen, és vele mi lesz? Maga is búr. Nem látsz valami furcsát? Belülről van bezárva. Tarts szemmel a bejáratot, én körülnézek. Bo! Gyere, Bo! Megvan az eltűnt autó. Robs, ne csinálj semmit. Hallgass rám, gyere, jelentsük be.
Megint le akarsz égni, mint ma délután? Bizonyosodjuk meg, hogy itt van. Igen, talán mégis igazad van. Jelentsük be. Nem. Nem engedem át senkinek a boldogságot, hogy elcsibjak az embert. Mindig is kedveltelek. Tűnik, hogy ezt a létrát nem olyan rég használták. Segítenie kell! Most mit csináljak? Mondja meg! Rám fognak találni! Sosem ismernek fel. A fene! Megesküdtem volna, hogy piros. Talán színvak szegény. Gyilkosságra derül most fény. Ellen! Elizabethnek nem történt a baja. Elizabeth! Fáj! Feküdj! Thank you.
Menjetek el! Menj már! Gyorsan, gyorsan! Nem juthattak messzire. Elmegyek segítségért. Menj csak! Bo! Mi van? Mi van? Oda ment be. Nem biztos, hogy ide jöttek. Minden bevált, amit mondott. Megéri, hogy kockáztassuk az életét? Talán körbe keríthetjük a környéket, mielőtt messzebbre jutnak. Rendben, menj segítségért. Azért én fölmegyek. Plain utca. Három sarokra a Prairie-től. Erősítést kérünk. Hey, Steve! Több rendőr fog ide gyűlni, mint amennyit életedben láttál. Fel kell adnod, érted? Add fel és engedd el a hölgyet. Nem tudsz elmenekülni. Hallod, amit mondok? Dr. Moscori! Hall engem! Ez a Steam csak az inasa? Jó
Kyle, vigyázz! Bo! Őket felküldeni! Gyorsan! Lehozni! Hallottam, szép csetepaté volt. Sejtettem, hogy maga benne van. A kíváncsi a gyanúsítottjára. Fent van a tető. Az a gyanúm nem tudom azonosítani. Miért nem? Főhazad. Menjen fel és nézze meg maga. Hé, hozzák Galloway. Vigyázat! Helyet! Hello, öreg! Rob! Megtennél egy szívességet, ha meghalok? Ugyan, de hogy hasz meg? Figyelj kicsit! Mégis előfordulhat. Marhára fáj. Mit akarsz kérni? A sírkövem. Beszéld meg a családommal. Ahogy ismerem őket, Bót írnak rá. Mi az ördögöt írnának rá? Ez csak felvett név. Gyűlölöm. Ezzel éltem, de nem akarok ezzel meghalni. Oké, megbeszélem. Mi a neved? De köztünk marad. Megígérem. Beauregard. Emlékszik? Azt mondta, hogy Beauregard hallgatik. Vajon túléli? Úgy érzem, még lesz alkalma megmenteni az életét egy napon. Magyar szöveg Gál Katalin. Hangmérnök Polica Imre. Rendezőasszisztens Nándori István. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Videovox stúdió műtermeiben készült. Magyarországon forgalmazza a Dunafilm.